80 milliárd forintot fordít a kormány a hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik támogatására a következő években, jelentette ki Cibere Károly a szakképzési tanévnyitón Biriben. Az államtitkár a Szabolcs megyei településen kiemelte, a nagyrészt uniós forrásból létrejövő pályázati keret lehetővé teszi majd, hogy újabb tanodák, gyereksegélyprogramok és biztos kezdett gyerekházak valósuljanak meg. Ez a többi 80 milliárd forint az alapvetően a felzárkózási ágazat által a következő időszakra tervezett fejlesztéseket tartalmazza. Ez a születéstől kezdve az iskolán keresztül kíséri a gyermekeket, leginkább az első lépésnél a biztos kezdett gyermekházak fejlesztését szolgálja, hiszen itt a rendszer megduplázására törekszünk, ez a 3 évnél fiatalabbak számára teremt egy nagyon fontos lehetőséget. A óvodáztatás kapcsán is nagyon fontos intézkedésre születtek, gondoljuk a kötelező óvodáztatás bevezetésére 3 éves kortól, gondoljuk az intézményes gyerekétkeztetés folyamatos fejlesztésére, vagy a szülidény gyerekétkeztetés kötelező bevezetésére. Ezen felül, már az iskolában, például az útravaló ösztöndi programnak a szélesítése, vagy a tanodahálózatnak a szélesítése, hiszen az eddigi 160 tanodához képest most ettől az évtől 271 tanoda indul. A kormány tehát minden eszközzel igyekszik a hátránykompenzáció rendszerét erősíteni, és fontos, hogy azok a pedagógusok, azok a tantestületek, akik fontosnak tartják azt, hogy a hátránykompenzációhoz segítséget kapjanak, ők valóban mindenféle támogatás és ösztönzőt kapjanak. Hiszen fontos a Magyarországon fölhívni arra a figyelmet, hogy nem tekinthetjük egyirányú utcának a hátrányos helyzetet, nem mondhatunk le azokról a gyerekekről, akinek mondjuk a szülei szegények, alacsony jövedelműek, vagy alacsony iskolai végzettségűek, nem lehet fátum és elrendeltetettség az, hogy valaki hátrányos helyzetben születik, és akkor törvényszerű, hogy ő is hátrányos helyzetű lesz. Az iskola a legfontosabb eszköze annak, hogy a hátrányos helyzet tovább örökítésének ördögi körét megtörjük. 80 milliárd forint fordulhat hátránykompenzációra a következő években. A pályázati keret lehetővé teszi, hogy megduplázzák a biztos kezdett gyerekházak számát itthon, kiszélesítsék az útravaló ösztöndíj programot, és ez évtől újabb 271 tanoda is elindulhat. Az uniós finanszírozású programok mellett hazai költségvetésből is juthat hátránykiegyenlítésre, mondta el az államtitkár. Van számos hazai finanszírozású eszköz is, ilyen például az iskola és óvodai szociális segítés kötelező rendszerek bevezetése szeptembertől, amely a gyermekjóléti rendszer eddigi 10-11 milliárdos támogatását további 5 milliárd forinttal egészíti ki. Ilyen az ingyenes tankönyv biztosítása az első 9 év folyamán, és ilyen a már említett gyermekétkeztetés biztosítása, ami 2010-ben még 29 milliárd forint volt, a jövő évi költségvetésben pedig 79 milliárd szerepel.